aki valamelyest járatos a magyar jazz világában, nem ismeretlen számára Kőszegi Imre vagy Kovács Gyula neve. Ők voltak a mesterei Balázs Elemérnek, akit egészen fiatalon, alig 16 évesen magába fogadott a jazzzenészek társadalma. Együtt zenélt például Babos Gyulával, Dés Lászlóval, Pege Alladárral vagy Schneeberger Ferenccel. 20 esztendővel ezelőtt hozta létre saját zenekarát és alakította ki azt a zenei stílust, mely leginkább képviseli saját világát, zenei ízlését. Sokszor játszottunk itt, más formációkban is, nekem ez egy nagyon kedvenc hely. Szerintem itt a jazz az nagyon, de nagyon erősen működött, és egy jelentős része volt a jazz életnek az országban. Itt Szekszárdon. Ez az egyik legfontosabb dolog, én azt gondolom, egy zenész életében, hogy minél több dolgot kipróbálhasson, minél több formációban játszhasson. Nekem ez sikerült. Tényleg most így a napokban gondoltam bele, hogy nézegettem ilyen régi felvételeket, és de jó ég, hogy kikkel játszottam, és mennyiféle formációban, és több mint 100 lemezen működök közre, 100 CD-n. Hatalmas dolog. Hát de tényleg egy boldog ember vagyok, tehát hogy mindent megkaptam, amire vágytam, vagy amit álmodtam, mikor ezt a hivatást választottam. Mindig arra koncentráltam, amilyen formációban voltam. Nyilvánvalóan ezek mind pozitív irányba ragadtak rám, tehát hogy az ember tényleg ettől rengeteget fejlődik, de nekem a saját stílusom, amit én a zenémmel vagy a zenekarommal akartam csinálni, az valahogy mindig a fejembe volt, és akkor azt én próbálgattam mindig úgy csinálni, mint ami ahogy megszületett a fejembe, és akkor ezzel jutott például a gruppal odáig, hogy most már 20 évesek vagyunk, tehát hogy azért ez is elképesztő, 2000-ben alakult ez a zenekar, és most jubilálunk. Ez egyébként a Köszönjük Magyarország támogatás egyik része most, és mi itt Szekszárdon játsszuk ezt a koncertet, aminek nagyon örülök, mert tényleg jó ide visszatérni. Most régóta játszottam már itt egyébként, úgyhogy nagyon, nagyon jó volt e közé, a falak közé ismét idejönni. Tehát ennek a keretén belül játszok. Pat Metheny, a világhírű jazzgitáros egyszer így nyilatkozott Balázs Eleméről. Az egyik legjobb dobos a szakmában. Összehasonlíthatatlan muzikalitással és finomsággal játszik. Képes olyan figyelemmel hallgatni minden zenei pillanatot, mellyel növeli zenésztársai játékának minőségét. Itt ami nagyon fő motívum nálam, amikor én ezt a zenekart kitaláltam, illetve ezt a zenét, amiben nagyon sokat segített az öcsém, aki szintén nagyon egy hullám hosszon gondolkodik velem, és valahol mindig sikerült nekünk ilyen jó megértésben megcsinálni ezeket a zenéket. Ez gyakorlatilag egy nagyon dallamos zene, ugye két ének, ami nagyon meghatározó végig ebben a zenekarban, egy női hang és egy férfi. Azt gondolom, hogy ez már eleve egy elég közvetlen mondani valójú zene, hiszen el vannak énekelve, és dallamos, de ugyanakkor a jazz, mivel mindig fantasztikus improvizatőrök, fantasztikus muzsikusok játszottak a zenekaromban, így az improvizáció mindig nagyon fontos szerepet kap, tehát a jazz az megmarad, tehát a jazz az ott van végig. És ami nagyon jó még, hogy a ritmusok azok nagyon gyakran kavarodnak, másfajta metrumok, ugye 7/4, 5/4, tehát hogy ettől egy ilyen nagyon érdekes, hogy mondjam, kép kerül az ember elé, mert ugye felül nagyon dallamos, hát azért van, mikor nem, de hogy közben pedig a sodrása az ilyen nagyon ritmikus. Az lenne jó, hogyha csak jó zene lenne, de jó lenne. Most képzeld, de mekkora boldogság lenne. Az lenne maga paradicsom.